24. ének első égbolt a hold. Helyes szándék, hibás akarat. Ha két tál ételt lát, egyforma távos, egyforma finomat, a szabad ember éhen hal és nem választ közöttük. Így áll a bárány két vicsorgó éhes farkas között egyenlő félelemmel. Így áll a vadász eb két ősz között. Nem szégyen tehát, hogy néma maradtam, hisz kétfelé húzott kétféle kételj, nem is dicsőség, így szükségszerű. Néma maradtam, ám arcomra festve ott volt a vágy, hogy kérdezni szeretnék forróbban, mint amit elmond a szó. Beatrice, mint mikor Dániel csillapította Nabukadnecár alaptalanul vérszomjas dühét, most így szólt. Látom én, hogy két irányból vonz, két kíváncsiság, és a tudni vágyás úgy megbilincsel, hogy szóhoz se jutsz. Így érvelsz. Ha a jó szándék töretlen, a külső kényszer milyen alapon csökkentheti az érdemeimet? S jó okkal ütközöl meg azon is, hogy lám, a csillagokba visszatérnek a lelkek, ahogy Platon hirdeti. Ezek a kérdések egyforma súlyjal feszítik lelkedet. Hadd válaszoljak először arra, amely mérgezőbb. Az Istenhez legközelibb szeráf, Mózes vagy Sámuel, a Jánosok, mindegy, melyik, még Szűz Mária sem lakik másut, valamely másik égben, mind ők, akiket láttál az imént, és boldog létük épp oly végtelen. Ők mind a felső, nagy kört ékesítik, bár életük más-más mértékben édes, másként érzik Isten lehelletét. Ha itt mutatkoztak, az nem azért van, mert ez lett lakhelyük, csak azt jelezték, az üdvözültségük kisebb fokú. A ti elmétekhez így kell beszélni, mert csak érzékek révén fogja föl, amit később értelmével megért. A Szentírás ezért egyszerűsít, Istennek kezet ad, meg lábakat, miközben mást kíván elmondani. Az egyház is hozzátok igazodva embernek festi Gábrielt, Mihályt, és kitóbiást meggyógyította, azt is. Amit Timájos a lelkekről állít, az nem az, ami itt tárul eléd. Ő szó szerint érti, amit beszél hogy visszatér a csillagokba a lélek, ahonnal ő szerinte kiszakadt, mikor a természet formáulatta. Bár az is lehet, hogy a szavait másként kell értelmezni, és így talán a mondandója nem ostobaság. Ha úgy érti, hatnak mi ránk a szférák, és mi áldást átkot rájuk visszaszórunk, úgy nyilával helyes irányba lőtt, ám ezt a tételt szinte mindenütt rosszul értették, és a csillagokat Jupiter, Merkur, Mars néven imádták. A másik kétség, mely borzolja a lelked, kevésbé mérgező, káros ugyan, de nem tud mellőlem rossz útra vinni. Ha nektek sokszor az égi ítélet tévesnek tűnik, ez a hitjele, és nem holmi eretnek elfajulás, és lévén a ti fölfogásotoknak a helyes válasz itt nem túl nehéz, megmagyarázom úgy, ahogy kívánod. Erőszak az, ha az elszenvedő semmi módon közre nem működik. Ilyen mentség a lelkeknél nem áll fönn. Az akarat, ha nem akar, nem enged, hanem föllángol újra, mint a tűz. Próbálják bár ezerszer eltaposni, ám hogyha enged, és mindegy mennyire, már együtt működik. Így tették ők is, hisz nem szöktek vissza a szent lakásba. Ha akaratuk, igazán szilárd, mint Lőrincnek, kit roston megsütöttek, vagy jobbjához szigorú Múciusnak, mihely tehették volna, visszatértek az útra, melyről őket elragadták. De ritkán íj szilárd az akarat. Nos, szavaim, ha kellőképp figyeltél, szétzúzták azt az érvelést, melyen még törhetted volna a fejed. De most egy újabb, magas hegyi hágó nyílik szemed előtt, oly meredek, hogy nem tudod megmászni egyedül. Én kétség kívül azt mondtam neked, az üdvözültek nem tudnak hazudni, mert ott van velük az első igazság. Pikárda meg azt mondta, hogy a fátylat Kostancia végig visszakívánta, ez mintha cáfolná szavaimat. Nos testvérem, sokszor volt arra példa, hogy nagyobb bajt akarván elkerülni, valaki rosszat tenni kényszerült, mint Alkmajon, aki anyját megölte, mert apja kérte rá, a kegyelet parancsát követte kegyetlenül. Ilyen esetben, gondolj csak bele, kényszer és akarat egybe mosódik, és teszünk olyat, amire nincs bocsánat. A tiszta akarat nem visz a bűnre, de rávisz mégis olyankor, ha fél, hogy ellenállással még többet árt. Amiről tehát Pikárda beszél, a tiszta akarat, én meg emelről, így mondunk mind a ketten igazat. Így árad ki a szent szó a ma kútból, melyből minden igazság származik, és megnyugtatott mindkét kételyemben. Te, kit az első szeretet szeret, szólaltam meg. Ha te beszélsz, szabad eláraszt, éltet és átmelegít. Nem elég mély, ó hölgy, az én szerelmem, hogy méltón mondjak hálát mindezért. De ő, ki lát és tud, majd megjutalmaz. Belátom, sosem lakik jól az elménk, ha meg nem világítja az igazság, melyen kívül igazság nincs sehol. Ha elménk oda elért, megpihen, mint vad a vackán, s képes odaérni. Másként a tudásvágy meddő maradna. Ezért tör föl, mint friss hajtás tőből az igazság mentén a kétkedés, ösztön, mely hajt minket a csúcs felé. Ez bátorít, az jogosít föl, úrnőm, hogy merjek kérdezni még valamit, aminek igazságát nem tudom. Vajon a megtört esküt valahogy jóvá tehetjük-e, hogy ne legyünk túl könnyűek az égi mérlegen. Rám nézett Beatrice, két szemében úgy fény lett az isteni szeretet, hogy tekintetem megfutamodott, s lesütött szemmel álltam szédelegve.